Sziasztok, üdv mindenkinek itt Robi, pmradio.hu. A mai videóban az elem és akkumulátoros cikkhez készítem el a videót. Szeretnék minél több mindent elmondani, meg minél hamarabb, úgyhogy kezdjünk is neki. Alap esetben, ha valaki készüléket vásárol, akkor vagy kap hozzá elemet, akkumulátort, vagy nem. Kisebb készülékeknél, mint egy ilyen régi T4-esnél nem kapott hozzá senki akkumulátortelemet, elemet. Ezt külön kellett megvenni. Egy mostani készüléknél T82-es extrém rádiónál már van akkumulátorunk a csomagban. Egy ilyen akkumulátort, Nikkel akkumulátort kapunk, ami 800 mah órás. Ez mind a két rádióhoz van a csomagban. Miért fontos ez? Alap esetben, ha valaki megvesz egy készüléket, és nincsen hozzá áramforrása, valamit kell beletenni, mit tegyünk a, a készülékbe. A boltba, vagy akár otthon is találhatók elemek, akkumulátorok, de nem mindegyik használható a rádiókba. Miért nem? A első körben pár szó az elemekről. Vannak a normál elemek ezek tartósak, ugyan, de kis áramleadásra képesek, távirányítóba, órába, kisebb elektromos berendezésekbe használhatók. Ezeket ne használjuk lehetőleg a rádiókba, hanem használjunk helyettük, használjunk helyettük tartós, nagy terhelhetőségű elemeket, hogyha tartaléknak kell elemet használnunk, vagy hogyha nem kaptunk a készülékhez akkumulátort. Az elemek hosszú ideig tudják tárolni az elektromos áramot, és felbontás után azonnal használhatók, nem kell őket tölteni. Míg az akkumulátorokat ugye töltenünk kell, viszont nagyon sokszor tudjuk tölteni az akkumulátorokat, ezáltal kevesebb pénzünk fogy, a készülékek pedig sokkal gazdaságosabban üzemben tarthatóak. Milyen fajta elemek vannak? Nagyon sok helyen kapni elemet, de én mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy a rádióba tartós elemet vásároljon. Például egy régebbi típus a Motorola T80 Extreme-be mikroceruza akkumulátorok vagy elemek kellenek. Ebből ugye négy darab. A T80 2 extrémbe pedig három darab, három darab ceruza akkumulátor jelzés látjátok, a, a jelzéssel van ellátva, tehát ilyet tegyetek bele, például a Vartának ez a fajta típusa, vagy az Energizernek az eleme. Pár apró hasznos tanács és számolás sokszor megkérdezik, hogy mennyi ideig mennek az elemekkel a rádiók. Alap esetben én a motorolának a T82-esét számoltam 800 mAh akkumulátorral, egy ilyen tényleg ö, nagyon egyszerű számolással lebontva a készülék az egy óra vételt, egy óra adást, és kb. körülbelül egy 24 óra készenléti üzemet tud ö, ellátni. Ez azt jelenti, hogy rövid adásperiódusokkal, 3-5 másodperces PTT nyomással ö, szépen el lehet vele dolgozni, akár egész nap a saját akkumulátorával, és mivel ugye USB töltős, ezért este fel tudjuk rakni töltőre, vagy hogyha nagyon-nagyon-nagyon Ö, nagyobb ö, igénybevételnek van kitéve a rádió, akkor vegyünk tartalék akkumulátort hozzá, és akkor ö, feltöltött állapotba tegyük a, a tartóba, legyen nálunk tartalék, vagy ha erre nincs mód és lehetőség, akkor mindenféleképpen tartós elemet használjunk. Elemeknek a tárolásáról pár szót: ha ö, több elemet, aksit viszünk magunkkal, akkor érdemes külön csomagolni őket. Egy, tisztán lehet tartani az akkumulátorok elemek érintkezőit. Fontos, hogyha kicseréljük őket, akkor az érintkezők ne legyenek koszosak, mert ez is rontja a teljesítményüket. Kettő, kulcstól, pénztől, mindenféle fémtől az érintkezőket tudjuk óvni esetleg egy ilyen tasakba. De ha nincs más lehetőségünk, akkor ezt tegyük egy kis zacskóba, és ezzel le tudjuk szeparálni az elemeket. Lehetőleg... Zárjuk is be. Tehát ez is csak egy ötlet. Hirtelen ennyi. Nagyon fontos lemerült, használt elemeket ne keverjünk az új elemekkel és akkumulátorokkal, ez is fontos, tehát ne rakocsgassunk össze különböző típusú elemeket, hogyha ha van rá mód és lehetőség, mert ezzel is tudjuk rontani a rádiónknak a tulajdonságait, és sok esetben nem veszik észre a felhasználók azt, hogy ö, ö, miért csökkent az a hatótáv. Tehát minden esetben, minden esetben ha van rá módunk, lehetőségünk, akkor töltött, elem, töltött akkumulátorral induljunk neki egy felhasználós napnak, legyen az egy kirándulás, vagy legyen az csak egy egyszerű játék le a játszótérre, és nem lesz belőle gond. Probléma Na, hirtelen ennyi az elemekről, meg az aksikról, úgyhogy jófajta elemet vegyetek, vagy ö, vegyetek több akkumulátort, és ezzel tudtok spórolni. Ha az elemek akuk kimerültek, tönkrementek, akkor pedig ne a kommunális hulladékba dobjátok előket. Hirtelen ennyi, üdv mindenkinek egy robi, pmrradio.hu.